pontosan tudják, hogy nagyon sok ilyen adományozásban veszünk részt. Tavaly is volt egyébként egy nagyon szuper adományozásunk, ahol több tonna kutyatápot sikerült összegyűjteni az állatmenhelyeknek, és most pedig egy nagyon szuper helyszínen, a Tropikáriumban vagyunk, ahol egy teljesen új dolognak, az NFT-nek az indulásánál vagyunk, ahol gyakorlatilag ezeket a képeket digitalizálják, és ezáltal örökbe lehet fogadni ezeket az állatokat, és ezáltal is támogatni például most jelen pillanatban a Tropikáriumot, illetve majd azokat az állatmenhelyeket, illetve azokat a különféle ilyen Tropikáriumhoz hasonló helyeket, akik szeretnék ezt az egész dolgot tovább működtetni, és segítenek abban, hogy az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz jussanak, és hogy nyugodtan tudjanak élni. Alapvetően imádjuk az állatokat gyerekekkel, mindannyian, az egész családom, de még nem volt olyan, hogy örökbe fogadtunk volna állatot. De egyébként nekem, amikor volt kutyám, ő is örökbe fogadott kutyus volt, úgyhogy én abszolút hiszek az örökbefogadásban. Általában mindenki az adományozást a karácsonyi időszakra teszi, én pedig nagyon figyelek arra, hogy gyakorlatilag mindig legyen valami adományozás abban, amit csinálunk, és én nem titok, hogy jövő héten is lesz egy adományozásunk, ahol ételosztást fogunk csinálni Délegyházán a szülőtelepülésemen. Tehát pontosan az a cél, hogy gyakorlatilag mindig találják olyan lehetőségeket, amikor valamilyen szinten tudunk segíteni ugye az embertársainak, illetve akár a menhelyeknek, illetve olyan embereknek, akinek szükségük van arra, hogy kapjanak egy kis támogatást. Azt gondolom, hogy adományozni és jótékonykodni nem csak karácsonykor kell.